Tüntett a HAHA az oktatók elbocsátása ellen szerdán, az egyetem szerint csak március végén lesz döntés. 2 év múlva költözhetnek a tűzoltók, teljes az átalakulás a katasztrófavédőknél. Segítenek, ahol tudnak, március a betegszállítás hónapja a Szememfénye Alapítványnál. Összetört kerítések és feltúrt kertek, tavasszal több lehet a vaddisznó a városban. Köszöntöm nézőinket, híradónkat látják! Papírrepülős flashmobot tart a hallgatói hálózat szerdán, így tiltakozik az egyetemi oktató létszám csökkentése ellen. A diákok szerint szakok kerülnek veszélybe a döntéssel, az egyetem szerint meg kell várni az intézmény költségvetését, csak akkor derül ki, hány embertől válnak meg. Én is most a doktori képzésbe szeretnék jelentkezni, és hogy egy csomó szakon kérdéses, hogy elindíthatják-e ezeket a képzéseket, hogyha habilitált doktorokat és professzorokat elküldik. Ezért tiltakozik a hallgatói hálózat az egyetemi tanárok kényszernyugdíjazása, illetve várható elbocsátása ellen. Szerintük szakok szűnhetnek meg így, ami kevesebb egyetemistát jelent. Ezzel pedig Pécs is rosszul jár. Ezért szerdán tiltakoznak az oktatók elküldése ellen. Kis papír repülőket hajtogatunk, és azokra írjuk rá az üzeneteinket, hogy minek kéne repülnie inkább az oktatók helyett, mondjuk kancelláriának, tehát kormányzati, gazdasági felügyeletnek az egyetemekről és egyebek. A bölcsészkaron, a Pollákon, a Fekken, valamint a kormányhivatal előtt tartják meg ezt a flashmobot szerda délután. Jelen pillanatban azt tudjuk, hogy nem tudunk semmit se. Mondja az egyetemi szakszervezet vezetője. Horváth Csaba szerint a hallgatói létszámtól is függ, hogy mi lesz a tanárokkal. A hallgatók mennyisége is szükségeltetik, hiszen jó része ugye a hallgatókból él a karok jó része, és ahova nagyon kevesen fognak jelentkezni, ott óhatatlan majd a leépítés is. Azonban a minisztériumban már a következő héten lesznek egyeztetések, még az intézményi döntés előtt. Információink szerint az egyetem költségvetési főfelügyelője a március 11-i héten, tehát jövő héten fog tárgyalni a minisztériumban arról, hogy valójában hány oktatót kell majd elküldeni a Pécsi Tudományegyetemről. Ugyanis ekkor derül ki, milyen támogatással számolhat a PTE. Előzetesen az oktatók 10%-ának leépítéséről lehet hallani, de végleges számok csak később várhatók. Átadták a romániai állami finanszírozású magyar felsőoktatás érdekében kifejtett tevékenységért járó bátori díjakat Marosvásárhelyen. A kitüntetést, amelyet a Bolyai Kezdeményező Bizottság javaslatára az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Szakbizottsága adományoz, 13-an kapták meg szombaton. A pécsi Miseta Attila orvosprofesszor az erdélyi magyar nyelvű orvosképzés erősítéséért érdemelte ki a bátori díjat. Az egyetem orvoskarának dékánya nem csak marosvásárhelyi hallgatóknak, orvosoknak és gyógyszerészeknek nyújtott képzési lehetőséget a Baranyai megyeszékhelyen, sokat tett azért is, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem magyarországi testvéregyetemei biztosítsák a magyar nyelvű oktatáshoz szükséges szakembereket. Ez komoly szerepet játszott abban, hogy Unguránu kormánya hozzájárult a magyar kar létrehozásához az egyetemen. Megtörtént a szervezet teljes átalakulása 2012-ben, mondja a megyei katasztrófavédelmi igazgató. A gazdálkodástól a polgári védelmen és az iparbiztonságon át a tűzoltóságig megújult a szervezet, ezt finomítják tovább idén. Az igazgató elmondta, hogy új laktanyába költöznek 2 éven belül, a Tüzér utca környékén pedig egy őrsöt létesítenek. Ebben az évben sor kerül az új laktanya megtervezésére, és terv szerint jövő év elején kiírásra kerül az a közbeszerzési pályázat, melyen belül a kivitelező is kiválasztódik, és innentől számított rövid időn belül új laktanyába költözhetünk. Az is bizonyossá vált, hogy az új laktanya ezen a telken, a mostani mellett fog megépülni. Amikor elkészült az új laktanya, akkor átköltözünk oda. Ezt követően megtörténik ennek a laktanyának a visszabontása. Nem teljesen, a hasznosítható részekből raktárbázis alakul ki. Az építkezés ezzel persze nem fejeződik be, hiszen a 2012-ben megkezdett program alapján tűzoltó őrsök kezdik meg működését a megyében is.
Egy ittas sofőrt vontak intézkedés alá a kertvárosi rendőrök Pécsett a II. János Pál úton még vasárnap este, mivel bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy az autó a Téli utcában több parkoló gépjárműnek nekiment, majd megállás nélkül továbbhajtott. A 25 éves férfi korábban a parkolóban 4 leállított személyautónak ütközött, ezért ellene eljárást indított a pécsi rendőrkapitányság. Március a betegszállítók hónapja a Szemem Fénye Alapítványnál. A szervezet működteti hazánk egyetlen beteg gyermekeket ellátó szolgálatát. Feladatuk, hogy különös tekintettel azokra a régiókra, ahol egyáltalán nincs ilyen típusú szállításra szakosodott szervezet, térítésmentesen segítse a kis betegeket és családjaikat. Baranyai szervezetként a megyén kívül elsősorban Somogyból, Tolnából és Zalából viszik a legtöbb gyermeket vizsgálatokra és kezelésekre a Pécsi Régiós Onkológiai Központba és Utógondozó Intézetbe. Hétfőn reggel 8 órakor indult a betegszállító a Szememfény Alapítvány udvarából Piskóra. Március az alapítványnál a betegszállítás hónapja. Ennek alkalmából Kis Endre, a Szigetvári Takarékszövetkezet elnöke végzett náluk ma önkéntes munkát az autón. A Szigetvári Takarékszövetkezet érén állva első között csatlakoztunk ehhez az alapítványhoz. Nem tudom már hány éve ennek már, az első mentőautóban jelentős szerepünk volt. Kis Endre szerint az e-fajta figyelem felhívásokra igenis szükség van, hiszen a másokért tenni tudás viszi előre a társadalmat. Az alapítványról egyébként kevesen tudják, hogy nem csak a Dóriház működtetésében vállal szerepet. Ez az egyik olyan tevékenység, fő tevékenységünk, ami itt az Ormánságban, Baranyában, de egész országban hiánypótló, hiszen egyedüliként végzünk gyermekbeteg szállítást. Piskóra Rónás Klaudiáért ment az autó, aki egy nyirokrendszert érintő daganatos megbetegedésben szenved. Hetente kell vizsgálatra járni a Pécsre, ebbe segít neki a Szememfény Alapítvány. Hát akkor egyszerűen lehetetlen lenne bejutnom a kórházba, mert nagyon-nagyon drága, hogy bejussak oda, és anyagilag nem tudnánk ezt finanszírozni. A Szememfény Alapítvány mintegy 150-200 gyermeket szállít az otthonától az egészségügyi intézményekbe. Ez 3 autóval mintegy 25 ezer kilométert jelent. A havi üzemanyag költségük pedig csak 1,5 millió forint, amely az összes utat nem képes fedezni. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara évről évre díjazza a megye gazdaságának legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó szereplőit. A Kamara Mohácsi Városi Elnökségének döntése alapján a Mohácsi Idegenforgalmi Díj kitüntetést Varga Györgynek adományozta, aki egyéni vállalkozóként a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság fenntartása alatt álló Mohácsi Történelmi Emlékhelyet működteti. Sok éves kitartó munkájának, személyes kapcsolatainak köszönhetően nem merült feledésbe egy országos történelmi és kulturális jelentőségű nemzeti kincs. Munkásságával nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Mohácsi Történelmi Emlékhely lehetőséget kapjon a megújulásra, és ismét jelentőségének megfelelő helyet foglaljon el a térség kulturális életében. Közel 50 fő tartott békés demonstrációt pénteken Komlón. A megjelentek szerint nem szabad teret adni az erőszaknak. A demonstrációt a héten történt polgármestertért atrocitás miatt szervezték. A komlóiak nem kérnek a gyűlöletből. Ilyen és ehhez hasonló feliratokkal jelent meg közel 50 fő pénteken délután Komlón. A békés demonstrációt a múlt heti közmeghallgatáson történtek miatt rendezték, ugyanis ott egy feldühödött volt bányász megütötte a polgármestert. Abszolút. Ez tulajdonképpen önmagát járatta le az az ember, és a volt bányászokat járatta le. Ez nem elintézési mód. Az már az, hogy az asztalforgatások meg ezelőtt ugye azt mondták, hogy a bányászok mindent megtett. Nem, ez már nem. Ez normális ember ilyet nem csinál. A demonstráción megjelent egy tucat bányász is, akik a rendezvény miatti nem tetszésüket is kinyilvánították. Az ellentüntetők szerint az egész békés demonstráció már a kampány jegyében zajlott. Számukra is annyi ide van vissza, mint az ellenzék számára. Ők vannak most kétharmados többséggel hatalmon, szerették ezt továbbvinni, és hát mindenféle eszközt megragadnak, hogy ezt sikerre vigyék.
A szervezők szerint a közmeghallgatáson történtekre senki sem lehet büszke. Ezért érezték úgy, hogy fel kell emelni ellene a hangjukat. Hiszem azt, hogy sokan vannak, akik ma nem tudtak eljönni, és egyetértenek velünk, mert bízok abban és hiszek abban, hogy Komlón is az emberek többsége józan politizálást és józan életet akar élni. Borbás Sándor szerint a komlóiaknak az az érdekük, hogy a polgármester tovább vigye a megkezdett munkát, hiszen a városnak csak így lehet jövője. A képviselő azt is elmondta, ők úgy látják, a baloldal az érdekei megvalósítása érdekében használja fel a bányászokat. Rio de Janeiroban rendezik meg a katolikusok az idei ifjúsági világtalálkozót, de a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a nagy távolságra való tekintettel úgy határozott, hogy a világtalálkozóval egy időben ismét nemzeti ifjúsági találkozóra hívja a magyar fiatalokat. Július 24-e és 28-a között Pécsre, a Hungarióra várják mindazokat, akik szeretnének csatlakozni a riói találkozó fiataljaihoz. Tavasszal több lehet a vadkár, Pécsett az erdők közelsége miatt, eddig is sok volt a vaddisznó, a tavaszi időszakban pedig még több járja majd a kerteket, mondják a vadászok. A városban vadkár elhárítási tervet dolgoztak ki, melynek során megpróbálják csapdával befogni a lakott területre tévedt állatokat. Vaddisznótúrások a pécsi Gyükésváros részben, közvetlenül a házak és kertek mellett tucatszámmal találunk belőlük. Lukács Jánosnak a környéken van kertje. Ő azt mondja, neki is sok gondot okoznak a vadak. Azzal okozzák a legnagyobb kárt, hogy tönkreteszik a kerítést, feltúrják a gyepet, olyan mély gödröket ásnak. De tönkreteszik a veteményest és megeszik a gyümölcsöt is, teszi hozzá Lukács János. Ilyen és ehhez hasonló nyílásokon jutnak be a kertekbe. A pécsi Hosszú Cser vadászegylet munkatársával egy a keleti városrészen kihelyezett csapda felé tartunk. A befogó helyet a házak sűrűjében találjuk. Azért itt, mert a vaddisznók eddig merészkedtek, mondja a vadász. Van egy kötél és gyakorlatilag egy kioldó szerkezet, megelöki ezt a biztosító szerkezetet, és abban a pillanatban lecsukódik a csapajtó, és amit bent tartózkodik, az fogva kerül. Pécsett két ehhez hasonló csapdát helyeztek el. Október óta 12 vaddisznót fogtak be, és 53-at sikerült elejteniük. Ennek ellenére tavasszal még érhetik meglepetések a kerttulajdonosokat. Még nagyobb lesz a károsítás, mikor elkezdenek a kimenni a tulajdonosok, művelni a kerteket, ezek a frissen feltört kertek, ezek mágnesként vonzák le a vadat. Ráadásul az állatok szaporodási időszaka is az elkövetkezendő hónapokban várható. Ilyenkor pedig még több vaddisznó próbál bejutni a kertekbe, élelmet keresve. A kerítések megerősítésével, azok tövének rögzítésével megelőzhetjük a bajt. Az MTK csapatát fogadta a PMFC Matthias az OTP Bankliga 18. fordulójában. Az év első bajnoki mérkőzését a piros-feketében pályára lépő hazai együttes kezdte jobban, már a 7. percben vezetést szerzett a hazai csapat. A 24. percben megduplázta előnyét a PMFC. Az MTK szépíteni tudott csak, így a szünetre kialakult a 2-1-es végeredmény. Somogy és Tolna megye hírei következnek. Bűnösnek mondta ki magánokirat hamisítás vétségében Gyenesei Istvánt a Kaposvári Járásbíróság. A Somogyért Egyesület elnöke az ítélet indoklása szerint valótlan tartalmú iratot nyújtott be a Területi Választási Bizottsághoz. Ebben az szerepelt, hogy Ormai István képviselő lemond megyei közgyűlési mandátumáról. Ezt cáfolta Nagyatád polgármestere, ezért a választási iroda vezetője feljelentést tett az ügyben. A bíróság 900 000 forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte Gyeneseit. Az ügyész elfogadta az ítéletet, a vádlott és ügyvédje fellebbez. Nagy érdeklődés közepette folytatódott Gyenesei István pere Kaposváron. A Somogyért Egyesület tagjai is részt vettek a tárgyaláson, amelyen többek között az ügyész a vád indoklásában azt mondta, nem Ormai István akaratával egyezett az a nyilatkozat, amelyet 2011. szeptember 14-én a Területi Választási Iroda vezetőjének benyújtott a civil szervezet. Ezen írás szerint az Egyesület akkori alelnöke, Ormai István, lemond megyei közgyűlési mandátumáról. Mellett a Gyenesei István általa is tudottam egy valótlan tartalmú magánokiratot használt, hogy ez a nyilatkozatot
Tehát ezzel a tartás, ezzel a cselekményével elkövették a 278 szakasznak közül magának a tanúsításnak a vétségét. Azért én kérem is, hogy a járásbíróság a vádlott bűnösségét bűncselekményben a vádlott tényállás szerint mondja ki bűnösnek. A szóban forgó nyilatkozat a vád szerint még korábban 2010. október 6-án készült, dátum azonban nem szerepelt akkor rajta, ez utólag került rá, s nem Ormai István által. Az ügyész perbeszédében úgy fogalmazott, a közszereplőktől, így Gyenesei Istvántól is fokozottan elvárja a társadalom, hogy a jogszabályoknak megfelelően azokat betartva járjanak el minden tevékenységükben. Nem követtem el a vád szerinti vétséget, sem én, sem az Egyesület bármely tagja, mondta az utolsó szó jogán a Somogyért elnöke. Hiteles és valós mandátumról lemondó nyilatkozatot nyújtottunk be a Területi Választási Bizottsághoz. A dátum ráírására bizonyítottan Ormai István hatalmazott fel bennünket, tette hozzá Gyenesei István. Bizonyítékként az Egyesület különböző elnökségi és közgyűlési jegyzőkönyveiben megfogalmazottak állnak, ahol tételesen szerepel, hogy Ormai István egy ilyen esetén felhatalmazza az elnökséget a dátum ráírására, és ugyanezt bizonyították a meghallgatott tanúk is a vallomásaik során. Egy óra szünet után hirdette ki az ítéletet a bírónő. Dr. Gyenesei István László vádlott bűnös, magának követőmistás vétségében BTK 256 szakasz, ezért a bíróság 150 napi tétel pénzbüntetésre ítéli. A pénzbüntetés egy napi tételének összegét 6000 forintban állapítja meg, így a pénzbüntetés összesen 900000 forintot tesz ki. Valamint mintegy 100000 forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték Gyenesei Istvánt. A bírónő indoklásában elmondta, a dátum nélküli, de jelen időben fogalmazott, a mai napon kifejezést használó nyilatkozatok joghatás kiváltására nem is lehettek alkalmasak, hiszen nem lehetett tudni, hogy ez a mai napon kifejezés mely időpontra vonatkozik. Hozzátette azt is, hogy a nyilatkozattevőnek joga van az álláspontja utólagos módosítására, a korábbi akaratától utóbb eltérhet. Ez történt a jelen ügyben is. Ormai István ebbédi szándéka nem csupán a tanúvallomása, hanem az általa különböző fórumokon tett nyilatkozatok alapján is nyomon követhető volt. Az ügyész elfogadta az ítéletet, a vádlott és ügyvédje fellebbez. Az ítélethez való viszonyunkat mindig kifejezít is az, hogy fellebbeztünk ellene. A vádlotti meggyőződés, és ebben segíti őt a védő, hogy itt bűncselekmény nem történt. Tehát nem csak, hogy nem ő követte el, hanem nem történt bűncselekmény. Telefonon értük utol az ügyben érintett Ormai Istvánt, aki elmondta, a Területi Választási Bizottság is elutasította a Somogyért kezdeményezését. Az Országos Választási Bizottság is elutasította a kezdeményezésüket, majd pedig a legfelsőbb bírósághoz fordultak, ahol szintén az a döntés született, hogy a mandátumom megmaradhat. Részemről ez az ügy és ez a folyamat ekkor lezárult. Gyenesei István és ügyvédje felmentésért fellebbez, így a per másodfokon folytatódik majd. Lesz elegendő forrás arra, hogy a jelenlegi 3 millióról 6 millióra emelkedjen a hazai sertésállomány, mondta a televíziónknak a sertésprogramot felügyelő miniszteri biztos. Horváth István kiemelte, az idei évben kapott 2,6 milliárd forintos támogatás után újabb programokat támogathat a kormány. A Kaposvári Egyetemen folytatott tanácskozáson a szakember az egyik legfontosabb feladatnak nevezte a bizalom helyreállítását az ágazatban. A termelőknek, a feldolgozóknak és a sertéstartóknak össze kell fogniuk a sertéságazat megmentése érdekében. Ezért a jövőben több olyan integráló szervezet jön majd létre, amely összefogja az ágazat szereplőit. Az elvesztett bizalmat ugyanis helyre kell állítani, mondta Horváth István, a programért felelős miniszteri biztos Kaposváron. Olyan integrációs programokat dolgozzunk ki, ahol az integrációban lévő minden szereplő úgy érzi, hogy megvan a megfelelő biztonsága, megvan a gabonakereskedőnek, a takarmányfeldolgozónak, a sertéstartónak, a húsfeldolgozónak, illetve a vevőnek is megvan a bizalma, hogy amit vásárol a boltban, az eredete az megfelelő, és jó minőségi magyar sertéshúst tud vásárolni. Így követnék a sertéshúst a termőföldtől az asztalig. Horváth István kiemelte, a sertésprogram elsődleges célja, hogy a jelenlegi 3 millió sertésállományt 2017-re 6 millióra növeljék. Az első évben 2,6 milliárd forint jut erre a célra. Az ágazat egyes szereplői keveslik az összeget. Ez a 2,6 milliárd forint, ez
pont 2,6 milliárddal több, mint ami tavaly volt, mert a korábbi években nulla volt. A szaktárca ezt az összeget a program megismertetésére, kutatásfejlesztésre és a magyar minőségi sertéshús marketingjére fordítja majd. A források azonban ezután sem apadnak el, a jó programokat a jövőben is támogatja majd a kormány, ígérte a miniszteri biztos. A sertésprogram sarokköveit a Kaposvári Egyetem állattudományi karának szakemberei rakták le. A megfelelő genetikai kapacitással rendelkező sertésállomány biztosítása egy másik ilyen nagyon fontos szakmai mérföldkőnek tekinthető, hogy ezt a sertésállományt megfelelően ki tudjuk szolgálni táplálanyaggal, ha köznapi nyelven mondom, megfelelően tudjuk takarmányozni, hiszen a takarmányozási költségek teszik ki a sertés esetében, vagy a sertéshús előállítás vonatkozásában az összes költségnek a 70-80%-át. Ez azonban nem elegendő, szükség van a jelenkor kihívásainak megfelelő feldolgozó kialakítására is. Kell egy olyan szervezet is, amely összefogja, integrálja a folyamatokat, mondta dr. Tosszenberger János, a Kaposvári Egyetem állattudományi karának tanszékvezetője. Az elmúlt időszakban több húsipari céget, köztük a Kaposvári Kométát is meg kellett menteni a csődtől. Az érintett vállalatok vezetői akkor elmondták, a fekete gazdaságtól és az olcsó importtól szenvednek. A kormány az előbbi problémát a fordított áfa április 1-i bevezetésével, utóbbit pedig a minőségi magyar sertéshús védjegyének elterjesztésével akadályozná meg. Ipartelepítésre van szükség a dél-dunántúli régióban, mivel itt jóval nagyobb a munkanélküliség aránya, és a bérek is jelentősen alatta maradnak az országos átlagnak, véli az MSZP. Harangozó Gábor szerint a zöld gazdaság szolgálhatná igazán a régió érdekeit. Szakképzett munkások dolgoznak ebben a szekszárdi gyárban. A dél-dunántúli régióban több ehhez hasonló üzem is működik, mégis a Dél-Dunántúl az ipar és a gazdaság területén jelentősen alul marad, véli az MSZP. Az Európai Unió statisztikai fejlesztési régióiból 271 ilyen régió van, 253. helyen áll, tehát az utolsó 20-ban. Az MSZP választmányának elnök helyettese egy sajtótájékoztatón számolt be a Dél-Dunántúl lemaradásairól. Harangozó Gábor szerint itt az átlagnál jóval nagyobb a munkanélküliség, és átlagosan 15-20%-kal maradnak el a bérek az országos átlagtól, továbbá alacsony a népesség képzettségi szintje. Harangozó Gábor azt mondta, ipartelepítésre van szükség a régióban, méghozzá olyanra, amely nem károsít környezetet és megújuló energiát használ. A zöld gazdaság, ami az európai iparnak egy húzó irányzata, a mi ipar telepítési politikánkat, iparfejlesztési politikánkat, a zöld gazdasági fejlesztések köré telepítjük, akkor valószínűleg ez tudja legjobban szolgálni a régió érdekeit. Az MSZP Tolna megyei alelnöke Heringes Anita azt mondta, a régió legfőbb stratégiai szereplője a paksi atomerőmű, mivel a létesítményt bővítik is, ezzel jelentősen gyarapodna majd a munkahelyek száma, feltéve, ha hazai és főként Tolna megyei munkavállalók kapcsolódnának a fejlesztésbe. Ez egy 3000 milliárdos beruházás, amit ma látunk. Ennek körülbelül 30%-át lehetne itthon tartani a régióban, és legfőképpen megyénkben. 30%-át tudnák helyi vállalkozók összefogásban megvalósítani. Az MSZP a dél-dunántúli régióban az ellenzéki pártokat és a civil szervezeteket egy közös egyeztetésre hívta. Céljuk, hogy létrejöhessen egy sikeres kormányváltás. 15 megvizsgált sonkából tavaly 4 nem felelt meg a követelményeknek a húsvéti sonkarazzia során. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tavaly 605 ezer forint bírságot szabott ki. A tojásban, a csoki nyuszikban és a csoki tojásokban nem volt hiba. Bámul, mint ló a hamburgerre. A napokban kirobbant lóhús botrányból már többen tréfát űztek. Ez volt az a termék, amelynek vizsgálata során kiderült, hogy lóhúst is tartalmaz. Az étel feltehetően Írországon és Németországon keresztül került Magyarországra. A hatóságok kivonták a forgalomból. Nem érintkezett Tolna megyében Magyarországra 10 kilónyi marhaburgernek álcázott lóhússal kevert darátus érkezett egy vendéglőbe, amit meg is ettek. Aztán érkezett még egy lazánya készítmény, amit most vizsgálnak a Nébik laboratóriumába, hogy tényleg ez. A élelmiszer biztonsági kockázata ennek a lóhús botránynak nincsen.
A húsvéti sonkák már kikerültek a vásárlókhoz ebben a szekszárdi húsüzletben. A tavalyi évben 15 sonkát vizsgáltak a hatóságok, mindössze 4 esetben volt rendellenes a termék. Fő probléma volt, hogy rossz illatú hús került a pultba, de akadt olyan is, amelyiknek a formája és a sóssága sem felelt meg. Minőség ellenőrzési bizottságot szabtunk ki, mint egy 605.000 forint értékben. Tavaly nem volt probléma a tojással, a csoki nyuszival és a csoki tojással sem. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az idei évben is folytatja a kampányszerű húsvéti razziát. Egy 15 éves csökkölyi fiú késelte meg fiatal ismerősét Kaposváron, szóváltásba kerültek, amelynek hevében a fiatal kést rántotta Petőfi téren és megszúrta 19 éves Jutai Vita partnerét. A 15 éves késelő fiatalt röviddel az eset után elfogták a rendőrök, kihallgatása során tettét elismerte, majd ezt követően őrizetbe vették. Emberölés kísérlete miatt indult eljárás ellene. A sértett 19 éves fiú több életmentő műtéten is átesett, jelenleg még nincs kihallgatható állapotban. 5 évvel több pontyot zsákmányoltak tavaly a horgászok a Balatonnál, mint 2011-ben. Mintegy 40 ezer pecás, összesen 516,5 tonna halat fogott ki a magyar tengernél, ami 6 tonnával haladta meg az előző évit. A fogási napló adatai szerint a legkedveltebb halból, a pontyból 251.678 kiló került a szágba, míg második helyen továbbra is a süllő áll, a harmadik legkedveltebb horgászhal pedig a balin volt. Gondos gazdaszemléletet, biztonság iránti elkötelezettséget vár el a Paksi Atomerőmű minden üzleti partnerétől. A szállítóknak fontos szerepe van a sikerekben, de fontos, hogy ez ne tegye őket túlzottan magabiztossá. A további eredmények záloga a megfelelő önkontroll, a hibák feltárása, elkerülése. Erről beszélt Hamvas István vezérigazgató a 14. szállítói napon, ahol üzleti partnerekkel vették számba eredményeiket és az előttük álló kihívásokat. 276 cég 650 szerződését értékelve ítélték oda idén a Paksi Atomerőmű kiemelt szállítója címet. Az elismerést a Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. Kapta, amely magas szakmai hozzáértéssel, alapossággal az atomerőmű speciális igényeit rugalmasan kezelve végzi munkáját. Az intézet ugyancsak 4 éve jött létre, de magasan képzett, külföldi tapasztalatokkal is rendelkező munkatársainak többsége tervezés óta dolgozik az atomerőműnek. A biztonság elemzés és értékelés a fő tevékenységi területünk. Ezen belül 2 külön területtel, a valószínűségi biztonsági elemzésekkel, kockázat elemzéssel és a súlyos balesetek értékelésével, elemzésével foglalkozunk. És nagy szerepük van abban, hogy a Paksi Atomerőmű nemzetközi összehasonlításban is jól szerepelt a célzott biztonsági felülvizsgálaton. Hamvas István vezérigazgató arról beszélt, hogy egyre több vállalkozás segíti munkájukat, amelyeknek fontos szerepük van sikereikben. Akkor a sikerekről beszélünk, nagyon vigyázni kell a magabiztosság, túlzott magabiztosság elkerülésére. Nagyon kell az önkontrollnak működni ahhoz, hogy azért a sikerben részt vegyük a hibáinkat is. Éppen ezért támasztanak magas követelményeket szállítóikkal szemben is. A biztonsági követelmények tekintetében nincs semmilyen engedmény, tehát ugyanazt a elvárást fogalmazunk meg velük szemben is, mint a saját dolgozóinkkal szemben. Az ellenőrzési kötelezettség és a felelősség azonban a Paksi Atomerőműjén marad, emelte ki a vezérigazgató. Hozzátéve azt várják, hogy a szállítók gondos gazda módjával tervezzék és végezzék a munkájukat, legyenek elkötelezettek a Paksi Atomerőmű biztonsága iránt. Mielőtt kiderülne, milyen idő várható holnap, következzenek a régió hírei még egyszer röviden. Tüntett a HAHA az oktatók elbocsátása ellen szerdán, az egyetem szerint csak március végén lesz döntés. 2 év múlva költözhetnek a tűzoltók, teljes az átalakulás a katasztrófavédőknél. Segítenek, ahol tudnak, március a betegszállítás hónapja a Szememfénye Alapítványnál. Összetört kerítések és feltúrt kertek, tavasszal több lehet a vaddisznó a városban. Kedden folytatódik a derült idő, majd este délnyugat felől fátyol felhők érkeznek, egyre több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik a délkeleti szél, hajnalban néhol köd képződhet. Reggel -2, 0, délután 10 fok körüli hőmérsékleteket mérhetünk.
Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!